Fásíts Magyarország, fásíts magyar, szeresd a fát, szeresd az erdőt, szeresd a földet, szeresd a magyar földet, szeresd a magyar nyelvet, szeresd a magyar anyanyelvet. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselő urak, elnök urak, polgármester urak, határon túli vendégeink. Tisztelt magánerdő tulajdonosok és gazdálkodók, hölgyeim és uraim! Ezen gondolatok jegyében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének 2018. évi nagy rendezvényén. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Füzérvára után Egervár vára ad otthon az idei rendezvényünknek. Amint egy év ezelőtt említettem, Magyarország északi, déli, kereti és nyugati vidékén egyaránt szeretnék megismertetni és elismertetni a magánerdőgazdálkodást és szövetségünket. Ismeretes Önök előtt az a tény, hogy hazánkban több mint 500 ezer ember rendelkezik erdőtulajdonnal, és több mint 38 ezer erdőgazdálkodó kezeli a magántulajdon erdők, mintegy 75%-át. A különbözet még ma is rendezetlen, tehát nincs gazdálkodója. A nagy létszámú erdőtulajdonos és erdőgazdálkodó ellenére szövetségünk mindegy 1000 fős tagsággal működik. Sokan vagyunk, de nem vagyunk elegen ahhoz, hogy szervezetünk működését, szakszerű gazdálkodását a társadalom kellőképpen elismerje, megismerje. Ismételten állítom, hogy szükség van az Önök szellemi kapacitására ahhoz, hogy meggyőzően tudjuk teljesíteni a magánerdőtől elvárt és elvárható feladatokat. A szélesebb társadalmi környezettel is meg kell, és el kell ismertetni a magánerdőgazdálkodás mivellétét, problémáit, eredményeit. Rendkívül fontos cél a magánerdőgazdálkodókkal, tulajdonosokkal is megismertetni, megértetni a szövetség céljait és az összefogás szükségességét. El kell érni, hogy az Egyesület széleskörű, nagy létszámú tagsággal rendelkezzen. A minél nagyobb létszámú tagság a széles társadalmi bázison túl a működés anyagi alapjának, a szövetség ismertségének és elismertségének is záloga. Ez csak is az eredményes kommunikáción keresztül valósítható meg. Ennek egyik bevált és sikeres módja a nagyobb rendezvények vidékén történő megtartása is, amelyen éppen ma is részt veszünk. A következő év májusában megoszt választások következnek, így jelen működési ciklus vége felé közelítünk. Engedjék meg, hogy beszámoljak arról, hogy mi is történt a 4 évben. A szervezet a magánerdőgazdálkodók általános érdekképviseletét ellátta, ez volt a legfontosabb feladat. Az elmúlt években beviszonyosodott, hogy a magyar magánerdőgazdálkodás tulajdonosi és gazdálkodói érdekképviseletek területén a megoszé lett a vezető szerep. Az érdekképviseletet megjelenítettük kormányzati szinten is. Korrekt, szakmai alapokon nyugvó partner viszonyt alakítottunk ki a kormányzati szervekkel, amelyeket együttműködési megállapodásokban rögzítettünk. Jó szakmai és személyes kapcsolatot alakítottunk ki a minket támogató és elismerő társadalmi szervezetekkel, az Országos Erdészeti Egyesülettel, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, a FAGOSZ-szal, ProSilva Egyesülettel, a MAGOSZ-szal és a mezőgazdaság további szereplőivel. Fontos számunkra, hogy részesei lehessünk az erdészeti oktatásnak és kutatásnak is. Szintén meghatározó volt számunkra a tisztességes kapcsolat megteremtése az államerdészet szereplőivel. Nemzetközi kapcsolataink tekintetében a MEGOSZ magyarországi magánerdő képviseletében kizárólagosan tagja maradt a 27 tagot számláló Európai Magánerdő Tulajdonosok Szövetségének, ami mintegy 60 millió európai erdőtulajdonos tömörít és képviseli érdekeit Brüsszelben. Folyamatos az együttműködés a szomszédos országok magánerdő szervezeteivel. Például az idén Erdélyben voltunk egy tanulmányúton, ahol a tapasztalatcseréből mindkét fél sokat tanulhatott. Természetesen feladatunk az intézményes kapcsolatrendszerek fenntartása és ápolása. A számos kérdésben megvalósuló érdekegyezőség az együttes fellépésen keresztül az együttműködést erősíti, a közös célok elérését nagyban elősegíti.
Az esetleges érdekellentétek már a kapcsolat kezdeti szakaszában kezelhetőek lettek. Nagy kihívás volt számunkra a fenti szellemben az erdőtörvény módosításának előkészítése. 2017. szeptember 1-én hatályba lépett a 2009. évi 37-es törvény módosítása. A rendszerváltozás óta a magánerdők életében ez az első olyan jogszabály, ami elismeri és figyelembe veszi a magánerdők létét, és igyekszik megoldani a speciális szabályozási feladatokat. Elismeri az erdők minden állampolgár számára juttatott ökológiai szolgáltatásait, és ezeket kezelni is kívánja. Ebben a törvényben érvényesülnek szektoroktól független egységesen a gazdasági szereplők érdekei, a természeti értékeink megóvása és megőrzése mellett. Minden erdőgazdálkodónak érdeke volt, hogy a természetvédelmi korlátozások csak az észszerűség határáig terjedjenek ki. A magánerdőnek különösen érdeke volt, hogy lehetőséget kapjon a különféle korlátozások kompenzálására. A számos pozitív változás közül talán még a bírságtételek, eljárási díjak csökkentését szeretném megemlíteni. Az elmúlt évben megkezdtük az erdőtörvény végrehajtási rendeleteinek előkészítését. Gondolkodásunkban egységes rendezőelv volt, hogy a végrehajtási utasítások az erdőtörvény szellemiségének jegyében szülessenek meg. A sok fontos dolgok közül engedjék meg, hogy egyet emeljek ki. Az erdőgazdálkodói jogviszony megteremtésére irányuló törekvések szintetizálása megkezdődött, de mindez idáig egységes elképzelés nem látott napvilágot. Ugyanakkor a törvény értelmében a megbízásos szerződésen alapuló jogviszony 2018. december 31-én megszűnik. Ha nem teszünk semmit, legalább 200 000 hektár magánerdő ismét rendezetlenné válik. Egyetlen gyors megoldás lehetséges. A törvény módosítása, amelyben a megbízásos jogviszonynak 2020. december végéig meg kell hagyni a lehetőséget. El kell kerülni, hogy ezek a területek rendezetlenné váljanak, hisz a folyamatban lévő vidékfejlesztési jogcímek felhasználását veszélyeztetné ez, és a tűzifa ellátásban is jelentős hiány következne be. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magánerdő létét és sorsát meghatározó vidékfejlesztési források következnek. 100 milliárdos nagyságrendről beszélünk. A pályázatok előkészítése során a MEGOSZ képviselői minden erdészeti jogcím tárgyalás sorozatán részt vettek. Sajnálatos módon 100%-ban nem kerültek be a pályázati kiírásokba javaslataink. Ugyanakkor elmondhatom, hogy minden erdészeti jogcím megnyílt, és pályázni lehetett, és lehet most is egyes jogcímekre. A jogcímekre allokált összegekkel egyetértettünk, de a futamidő vége felé közeledve látható, hogy észszerű átcsoportosításokra van szükség. Ígéretet kaptunk arra, hogy az erdészeti támogatásokra előirányzott forrás ágazaton belül kerül felhasználásra. Amennyiben egy fillérés a mezőgazdaság más ágazatához kerül, hogy a teljes erdészeti ágazat, kiemelve a magánerdőt, hátrányos helyzetbe zuhan, az erdőgazdálkodás a magyar agrárium szégyenfoltja lesz. Tudják és ismerik, hogy Magyarország erdészeti stratégiai gépparkja 30 évnél idősebb. Ezt az utat nem vállalom fel elnökként, és kérem a minisztériumot, kérem a tulajdonosokat, gazdálkodókat, vezérigazgatórakat, az erdőből élőket, hogy ezt önök se tegyék. A beadott pályázatok elbírálása és a kifizetések tekintetében ismételten csak egy kérésem van. Gyorsan, 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 mert tudják, tavaly is elmondtam, aki gyorsan ad, az kétszer ad. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az erdészeti közmunka program a magánerdőkre is kiterjedt, részesei lettünk, aminek eredménye átlagosan évi 1500 fő foglalkoztatása. Az elmúlt két évben csökkent a foglalkoztatási arány. Gyakorló erdőgazdaként nyugodtan mondhatom, hogy egyre nehezebb a közmunkát végző munkaerő megtalálása. Sajnálatos módon ez igaz már a verseny szélára is. Ez a tény is megerősíti az erdészeti technológia gyors és nagy volumenű fejlesztését.
A MEGOSZ segítette a magánerdőben a pozitív funkciók erősítését, a különféle beruházások és fejlesztések létrejöttét, majd az eredmények propagálását. A magánerdő közjóléti szerepének társadalmi megítélése, elismerése a magánerdőgazdálkodás presztízsét nagyban emelte. A MEGOSZ együttműködési szerződések keretében különböző kutatási és fejlesztési programokban vesz részt. Kiemelt terület volt 2015-től a Life in Forest, azaz Élet az erdőkben program. A magánerdős Natura 2000 területek miben léte és a támogatás minél szélesebb körben történő ismertetése céljából országos tájékoztató rendezvényeket szervezett 15 helyszínen és tartott több mint 800 érdeklődőnek. A kötelező képzések koordinálásában is segítjük magánerdős tagságunkat. A környezeti nevelés témakörében az erdészeti középfokú szakképző intézmények hallgatóinak az erdőgazdálkodás és a környezetvédelmi feladatok kölcsönhatásairól tartottunk 6 intézményben előadássorozatot. Rendezvényeinken, tájékoztató előadásainkon 2016-ban közel 200 fő, 2017-ben 160 fő fiatal szakember vett részt. Felszerettük volna hívni többek között a hosszú távú gondolkodás, a bölcs gazdálkodás fontosságára a figyelmet, ami meghatározó feladat lesz a jövő nemzedék környezettudatos tevékenységének. Az előadások során felhívtuk a figyelmet az erdő kezelésének, a környezet alakításának, különös tekintettel a klímaváltozás miatt bekövetkezett felelősségére, a fenntarthatóság megőrzésének fontosságára. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Örömmel mondhatom el, hogy az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlése előtt megrendezésre kerülő Éverdésze verseny az elmúlt 2 évben a versenybírók részvételi díjának finanszírozásával támogattuk. A verseny Magyarország középfokú erdészének biztosít lehetőséget rátermettségű bemutatására, valamint szolgálja az erdészhivatás szakmai színvonalának magas szinten tartását, ezáltal az erdész szakma társadalmi megítélésének javításához is nagyban hozzájárul. Tisztelettel kérem a magánerdőgazdálkodásban tevékenykedő erdész kollégákat, hogy a jövőben legyenek részesei ennek a kiváló eseménynek. A felsorolt programokat a szaktárca támogatta, amit tisztelettel megköszönünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy mit hoz a jövő rajtunk, önökön és környezetünkön múlik. Fontos feladatnak látom a szakirányítási támogatás visszaállítását. A 2019. évi költségvetési törvény módosításával a forrás biztosítható. Ezáltal csökkenne a gazdátlan, rendezetten erdőterületeink nagysága, az információ áramlás újból megkezdődhetne, a jelen, jövő vépés jogcímek felhasználása sem kerülne veszélybe. Kiemelt feladat a birtokrendezések megkezdése, ami jelenti az örökösödési eljárás megváltoztatását, az állami és magánterületek cseréjének forgalmazásának észszerű határon belül támogatását és az életjáradéki program keretében létrejött állami és magánterületek osztottan közös tulajdonának felszámolását. Talán nem tűnik eretnek gondolatnak tőlem, hogy a magánerdő gazdálkodás feltőkésítéséről ismét szót ejtsek. Az előzményeket mindenki ismeri, ezért csak a lényegi dolgokból egy-két gondolatot emelnék ki. Vélhetően mindenki számára jól lesne a gazdálkodásba vont erdőföld alapú támogatása. Megelégednénk a szántuk támogatásának felében. A felzárkóztatás segítené a magánerdőgazdálkodás hitelprogram indítása, ahol a kedvezményes hitel biztosítása fix, alacsony kamattal 3-5 év türelmi idővel és hosszú távú 10 éves futamidővel történhetne. Az igénybe vehető hitelösszeg 800 ezer, 1 millió forint per hektár is lehetne akár. A MEGOSZ garantáltan szeretné a 2020-27 közötti időszakban elérni a vidékfejlesztési támogatások tekintetében az előző, tehát jelen ciklus nagyságrendjét, vagy csökkentés esetén annak arányos részét. A felhasználáshoz szükségesnek látjuk a MEGOSZ tagságot. Tovább küzdünk a tűzifa felhasználói áfájának 27%-ról 5%-ra történő csökkentéséért.
A magyar erdei turizmus, falusi turizmus fejlesztésének egyik lehetősége lenne a magánerdős erdei szálláshelyek létesítése, támogatása. Indokolt az erdeiskola program magánerdőre történő továbbterjesztése, amely a közoktatási program része lehetne. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Már csak egy gondolat maradt, ami az elhivatottságot, az erdő természet szeretetét, és természetesen számunkra a legnagyobb természetvédelmet jelenti. Kérem, vigyék hírül, hogy a magyar magánerdő az elmúlt 20 évben több mint 200 000 hektár új és kiváló minőségű erdőt telepített, amely nagyságrendileg a magyar erdő 10%-a. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy meghallgattak.